A szolnoki rendőrkapitányság lopásbüntet miatt nyomoz egy 44 éves zagyvarékasi férfi ellen. Egy jelenleg üresen álló szolnoki hotel 340 helyiségéből leszerelte a radiátorokat és a sarokszelepeket, az elektromos vezetékeket pedig elvágta és ellopta. A falakra felszerelt hőfokszabályzókat letörte, de azokat nem vitte magával, és megrongálta a lámpabúrákat is. A lopással 15 millió, a rongálással 40 millió forint kárt okozott. A bűncselekmény bejelentését követően a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol el is fogták a gyanúsítottat. A nyomozók előállították a férfit a helyi rendőrkapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták. Minden tagadott annak ellenére, hogy a rendőrök csípő és papagájfogót, valamint fűrészt is találtak nála. Állítása szerint csak aludni járt az üres szállodába. A tolvaj ellen már van folyamatban két eljárás. Korábban egy parkoló gépkocsit rongált meg Szolnokon, amiből női kabátot, olvasót lopott el, továbbá megkísérelte az akkumulátort is elvinni. Ugyanaznap este egy szolnoki családi ház udvarára is bement, onnan egy kerékpárt vitt magával. A rendőrök őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezik letartóztatását.